Sziasztok, Bebe vagyok, nagyon sok szeretettel üdvözlök mindenkit újra a csatornámon. A mai videóban krokenbúst fogunk készíteni. A krokenbúst nem más, mint egy profiterolokból álló torony. A profiterolok mindegyike finom krémmel van töltve, és karamellel vannak egymáshoz tapasztva, valamint a külsejüket egy kis vékony karamell réteg borítja. Ha máshonnan nem is, a főzőműsorok szivatós feladatai közül biztosan ismerősen cseng nektek ez a név. Tényleg nem egy hétköznapi süteményről beszélünk, de úgy gondoltam, hogy ezt is érdemes kipróbálni. Ha kíváncsiak vagytok, hogy ez hogyan sikerült, akkor feltétlenül tartsatok velem! A krém elkészítésével fogjuk kezdeni, hiszen annak majd pihennie kell. 6 deci tehéntejre lesz szükségünk, 4 darab tojássárgájára, 50 g kukoricakeményítőre, 90 g kristálycukorra, 50 g vajra, 50 g tejcsokoládéra, egy csomag vaníliás cukorra, valamint adok hozzá 50 ml krémlikört. Melegíteni kezdem a tejet, ez idő alatt egy tálban elkeverem a tojássárgáját, a kristálycukrot, a vaníliás cukrot, valamint a kukoricakeményítőt, egy kis tejet adok hozzá, hogy szép csomómentes pépét tudjam dolgozni. Ezután folyamatos kevergetés mellett hozzáöntöm a forró tejet, majd az egész mehet vissza a lábasba, és egy sűrű krémmé kell főzni. A főzés utolsó percében hozzáadom a krémlikört, ezután pedig a tűzről levéve mehet hozzá a vaj, valamint a tejcsokoládé. Teljesen csomómentesre keverem, átöntöm egy üveget, és hagyom teljesen kihűlni, folpakkal borítom a tetejét. Az égetett tészta elkészítéséhez a következőkre lesz szükségünk: 130 ml tej, 130 ml víz, 120 g vaj, 140 g liszt, egy teáskanálnyi só, egy teáskanálnyi cukor, valamint 6 darab elles méretű tojás is kelleni fog majd nekünk. Elkezdjük egy nagyobb lábasban melegíteni a tejet a vízzel, valamint a só és a cukor is mehet hozzá. Hozzáadom a vajat, de egyébként nyugodtan használhattok olajat is. Amikor forni kezd a folyadék, egyszerűen hozzáadjuk a finom lisztet, és folyamatos kevergetés mellett reszteljük, tehát hevítve mozgatjuk, amíg szépen egy nagy csomóba nem áll össze. A tésztát 2-3 percen keresztül resztelem, ezután átöntöm a keverőgépemnek a tájába, és ott hagyom langyosra hűlni. Az égetett tésztához általában a tojást grammokban szokták megadni, vagy figyelni szokták az állagát keverés közben. Én biztosan tudom, hogy ehhez a mennyiséghez nekem 6 darab elles méretű tojás tökéletesen elegendő. Hogy kényelmesebben tudja majd adagolni, egy kancsóba feltöröm a tojásokat, egy kicsit habverővel összedolgozom, és folyamatosan kevergetve a tésztát, hozzácsurgatom a tojást. Apránként adagolom, tehát nem rögtön az egészet, egy vékony sugárban csurgatom hozzá, és egy ilyen nagyon jó kis sejmes állagú tésztát kapunk, ami egy jó vanília krémre emlékeztet leginkább. Nagyon fontos, hogy ezt a resztelt alapot előtte azért hagyjuk valamennyire kihűlni, különben megfő benne a tojás és csomós lesz. Így néz ki a tésztánk, ezt most egy erősebb habzsákba fogom tölteni, aminek egy pici csillagcső van a végén. De előtte előkészítem a sütőt, hiszen ezt a süteményt gőzös funkcióval fogom sütni. Az Electrolux Steambake 600 típusú sütőm vízgyűjtő mélyedésébe 1 deci vizet öntök, és be is kapcsolom a gőzös programot, körülbelül ilyen 180-190 fokra. Ez a funkció egy egyenletes hő és gőz elosztást biztosít majd a süteménynek, tökéletes lesz a végeredmény. Na de térjünk vissza a tésztánkhoz, ezt most át is helyezem a habzsákba. A habzsákban, ahogy látjátok, egy kisebb cső van, hiszen kisméretű fánkokat fogunk most készíteni. Ha tehetitek, akkor inkább így egy magasságot adjatok a fánknak, hogy ne legyen túl széles, mert akkor viszonylag laposra tud sikeredni, inkább legyen egy picikét magasabb. Fontos, hogy viszonylag távol helyezzük el őket egymástól, hiszen nagyon meg fognak majd nőni, és jó lenne elkerülni azt, hogy összesüljenek, úgyhogy ahogy látjátok, azért egy bizonyos távolságot meg kell adni nekik. Ezután pedig porcukorral meg fogom hinteni. A sütőhöz 2 nagyméretű tepsi is tartozik, úgyhogy most mind a kettőt be fogom tenni a sütőbe, és mivel egyenletes a hő és gőz keringetés, ezért nagyon szépen meg fog sülni mindkét adag. Ezen a 180 fokos hőmérsékleten körülbelül 20-25 percen keresztül sütöttem a fánkokat. Az égetett tésztánál nagyon fontos, hogy nagy hővel indítsunk, ami ugye rögtön egy ilyen hatalmas mélyedést eredményez a fánkok belsejébe, de az is fontos, hogy megfelelő ideig szárítsuk, hiszen hogyha nyers marad a közepe, akkor összeesik, lapos lesz, és nem fogjuk tudni megtölteni. A fánk belseje ilyen szép üreges kell legyen, és teljesen épnek kell lenni a külsejének, hogy a beletöltött krém majd ne szivárogjon ki. Az elkészült fánkokat most hagyom egy kicsit pihenni, és csak másnap térek vissza a betöltésükhöz.
Másnap 2 deci zsíros, jól behűtött habtejszínt jó kemény habbá verek, és elkeverem a krémlikőrös alappal, ami azóta már teljesen lehűlt. Betöltés előtt a fánkokat egyesével nézzük át, előfordulhat, hogy lesz egy-kettő, ami nem alkalmas a betöltésre, és amelyik jó, az pedig alul szúrjuk ki egy picit egy fogpiszkálóval vagy szívószállal, hogy megkönnyítsük a töltést. A betöltött fánkokat én fejjel lefelé helyeztem egymás mellé, és körülbelül még egy órán keresztül úgy hagytam, ezután pedig átérünk a krokenbús összeállítására. Egy lápasban elkezdek megolvasztani 250 g kristálycukrot, 75 ml vizet, valamint 75 g glükószirupot. A glükószirup segít majd nekünk abban, hogy azonnal ne keményedjen meg ez a cukor, sokkal tovább marad így lágy, könnyebb lesz vele dolgozni. Továbbá nagyon fontos még, hogy nem kell teljesen világos barna, a borostyán színűre karamellizálnunk ezt a szirupot, hiszen az összeállítás során többször is rá kell majd melegítenünk egy kicsit a szirupra, ezáltal pedig még intenzívebb színt kap. A krokenbús összeállításához elő kell vennünk valamilyen tálat vagy edényt, amin tálalni szeretnénk majd az egészet, hiszen ezen fogjuk összeragasztani, összeállítani ezt a tornyot, és érdemes egyébként egy ilyen szilikon alátéten dolgozni, így könnyebb lesz majd a takarítás. Szeretném felhívni a figyelmeteket arra, hogy elképesztően forró a cukor, nagyon-nagyon könnyű megégetni magatokat. Én is szereztem 1-2 égési sérülést, rutin ide vagy oda. Eléggé siettem, mivel korlátozva volt az időm, és ez tényleg egy olyan dolog, amit gyerekmentes környezetben kell elvégezni, mert egy picit azért tud veszélyes lenni. Egyesével belemártogattam a megtöltött fánkokat a forró karamellbe. Lehet valamilyen csipeszt alkalmazni, de végül rájöttem, hogy kézzel sokkal jobb, és finoman, óvatosan le kell csöpögtetni, hogy ne legyen túl vastag rajta a karamellborítás. Egyesével egymás mellé kell ragaszgatnunk ezeket a fánkokat, a szebbik oldaluk legyen mindig kívül. Ez volt az első alkalom, hogy én ilyesmire adtam a fejem, trükközgettem, hogy hogy lehetne ezt egyszerűbben megúszni. Készítettem alufóliából egy ilyen kis támasztékot, ami néha nagyon jól tudott jönni. Megvártam azt az 1-2 percet, amíg tökéletesen megszilárdul a karamell, és így lehetett is a következő elemet mellé helyezni. A statikai szempontból nem lett pont tökéletes, de már így a vége felé kezdtem látni a fényt az alagút végén, és egész jól belejöttem. Fontos, hogyha azt vesszük észre, hogy az egyik fánk nem alkalmas erre, tehát elkezd folyni belőle a krém, azt mindenképp tegyük félre. Ez az 55-60 darab fánk bőven elegendő lesz a krokenbús elkészítéséhez. És végezetül az utolsó is a helyére került. Nem lett valami túlzottan kecses, de szerintem én kimondottan helyes, házi jellegű kis krokenbús sikeredett. Végül az egészet feldobtam néhány nagyobb méretű, aranyszínű csokoládé és gabonagolyóval. Ez az extra íz mellett még a kinézetét is nagyon feldobja szerintem. Végezetül pedig egy kis cukorhálót fogunk készíteni. Egyszerűen villával, nagyobb mozdulatokkal csorgassuk körbe a karamellt a tornyon, és akkor ilyen kis vékony cukorszálak fognak megjelenni. Sajnos az a rossz hírem van, hogy ez perceken belül meg is olvad, pláne, hogyha viszonylag nagy a pára az otthonotokban, hát a hűtés meg aztán semmennyire nem bírja. Úgyhogy ha a vendégeket szeretnétek meglepni egy ilyen krokenbús toronnyal, azt mindenképp az érkezésük előtt pár perccel kell elvégezni. El is készült a krokenbús torta, életemben először, lehet, hogy utoljára, hamar szétszedtük, és ment is barátoknak, ismerősöknek. Nagyon-nagyon ízlett mindenkinek. Remélem, hogy nektek is tetszett ez a videó, és esetleg talán ti is kipróbáljátok ezt a bevállalós desszertet. Ha így van, nyomjatok egy lájkot és iratkozzatok fel a csatornámra, ha még nem tettétek meg. További szép napot és sok sikert kívánok nektek, hamarosan újra találkozunk. Sziasztok!